Topolyáról több család érkezett Bács-Fekete-hegyre a vajdasági Pax Romana keresztény értelmiségi szervezet negyed évszázados működésének ünnepségére. Büszkén mondhatom, hogy 4 családunk van, egy kislányjal kezdtük, utána 3 fiú, és hát nálunk ez a vallásos nevelés valahogy nem erőszakkal történt, ez természetes úton indult és ma is tart. Orosz Attila a Bács-Fekete-hegyi gyülekezet lelkipásztora volt az esemény házigazdája. Ő 15 éve került kapcsolatba a civil szervezettel Bogner István örökös tiszteletbeli elnök meghívására. Nagyon tetszett, hogy ez az értelmiségi fórum, vagy ez a civil szervezet, ha úgy tetszik, ökumenikus talajt nyitott meg, ahol bennünket reformátusokat is szívesen fogadtak. Közösek voltak a céljaink, az értékrendjeink, kiváló előadókat hívtak. Volt, amikor én is voltam előadójuk. A 25 évét ünneplő vajdasági Pax Romana keresztény értelmiségi szervezet egynapos rendezvényének idei témája a család volt. A Bács-Fekete-hegyi Lojenbergi otthonban Paskó Csaba a civil szervezet elnöke, aki a Magyar Összefogás egyik jelöltje, egyház és közösségépítés családok nélkül elképzelhetetlen címmel tartott előadást az egybegyűlteknek. Gyermeket csak elküldeni a templomba, a gyereket csak beíratni hittanra, de a szülők maguk nem gyakorolva vallásukat, soha nem imádkozva, soha nem beszélve azokról az értékekről, amelyek a vallásunkhoz, az Isten szeretetünkhöz, az Istenhez kapcsolódásunkhoz kötődik, azok a gyerekek soha nem lesznek vallásosak. Délelőtt ökumenikus istentiszteletet tartottak, a tisztújítón Bogner Istvánt örökös tiszteletbeli elnöknek választották, a szervezet régiói elnöke pedig ismét Paskó Csaba plébános lett.